Következő vendégem pedig Gyarmati Rita, pszichológus. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mert hogy meghosszabbították a tűzszüneti megállapodást Izrael és a Hamász között, de az elmúlt három napban 58 túszt engedett szabadon a Hamász köztük, három magyart is. Nyilván, amikor látjuk a felvételeket az újra családegyesülések alkalmával, akkor az elsődleges talán az egészségi ellátás, hogy fizikailag megnézzék, hogy ezek a túszok vagy már nem túszok milyen állapotban vannak. De ugyanilyen hangsúlyos a, a mentális támogatás. Mi az elsődleges feladat az első percekben, napokban? És itt nem csak az érintettekről, mint túszokról van szó, hanem ugye a családtagjaikról is. Igen, hát hogyha eszünkbe jut az, hogy valaki túlsz, akkor nem csak fizikailag vonják meg tőle a szabadságot, hanem akár a szociális állót is megvonják, ami nagyon fontos abból a szempontból, az a legfőbb támogatás, hogy szociális álló, az összetartozás, hogy a, a szeretteimmel tudjak lenni, és ugye itt az, az történik, hogy ők újra egymásra tanának. Tehát igazából a legfontosabb az, hogy az emberi közelséget, az emberi támogatottságot érezzék, hogy nincsenek egyedül ebben a helyzetben. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a fajta közelség akár a fizikai először fokozatosan jó lehet. Segíte az, vagy mit tud a, akkor a szakember tenni, amikor még a, a sok, illetve a terhelés után még nem tudnak beszélni arról az emberek, hogy mi történt velük az elmúlt 51 nehány napban? Ugye ki is kell deríteni, hogy őket kínozták-e, megfelelően ellátták-e, kaptak-e élelmet, bántották-e őket, de hogyha még nem tudnak erről beszélni, akkor mit tudnak tenni a szakemberek egy ilyen helyzetben? Azt gondolom, hogy ez egy olyan krízis helyzet, ami váratlan, és ami jó esetben nem fordul elő az emberrel. Viszont pont ez a hátránya, hogy nem tudja az ember, hogy hogy küzdjön meg egy ilyen dologgal. Tehát nincs, nincs mintája arra vonatkozóan, hogy én már egyszer egy ilyen helyzetet valahogy meg tudtam oldani. Éppen ezért, és azért, mert nagyon sokféleképpen tudunk megküzdeni a sokféle ember egy ilyen borzasztó helyzettel, ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy személyre szabottan mm. tudjunk mi itt támogatást nyújtani, és ez attól függ, hogy éppen itt nagyon fontos az empátia, hogy azt nézzük, hogy... Hol tart az a valaki, aki egy ilyen helyzetből jön éppen? Ha neki arra van szüksége, hogy én meghallgassam, és én ne beszéljek, akkor nem beszélek. Tehát, hogy itt, itt nagyon fontos az, hogy személyre szabva. Csak akkor ilyenkor a családtagokat is erre fel kell készíteni, Pontosan. hiszen nyilván ők az elmúlt másfél-két hónapot ugyanúgy szorongásban töltötték, nem tudták-e, hogy élnek-e, meghaltak-e a családtagjaik, és nyilván beszéltetni akarják, át akarják velük beszélni, és ugye ismerjük azt a mintát, hogy hogy segítsek, hozok enni, aludjál, pihenjél, és nem hagynak talán teret annak, hogy megemészszék szépen fokozatosan a történteket. Nagyon sokszor szokták azt mondani az emberek, hogy egy ilyen krízis helyzet után a legjobb az az, hogyha csak ő mellettem valaki és hallgat. Uh -huh. Tehát, hogy nem feltétlenül kell tanácsot adni, nem feltétlenül kell enni, inni hozni, hanem rá kell érezni arra, hogy mire van a másiknak szüksége, és valóban nagyon fontos, amit mondott, hogy a családtagok hogy vannak ezzel, mert a leg, legfontosabb szerepük itt a hozzátartozóknak lehet ilyenkor, akik tőlük eddig el voltak választva. Ugye azt én is említettem, hogy három magyar túszt is elengedtek, az édesanyja, az egyik édesanyja két gyermekével ismét találkozhatott és találkozott. Nekik például a magyaroknak ilyenkor kik segítenek elsőként? Ők keresnek szakembert, vagy ilyenkor az állam gondoskodik róluk és kijelöli az egész csoportot, a mentálhigiénés csoportot? Több lehetőség van erre egyébként, nyilván kereshet valaki önmagától is segítséget, mert azért azt gondolom, hogy ez egy olyan helyzet, ahol az ember eljut odáig, hogy azt mondja, hogy hát ezen lehet, hogy egyedül nem tudok megküzdeni, de egyébként van egy ilyen próbonos szolgáltatás, amit még a Covid idejében, aztán az ukrán háború idejében is elkezdtünk mi pszichológusok, Füledi Krisztián az, aki ezt koordinálja, és önkéntesként ingyenes alkalmakat nyújtunk ö, olyan embereknek, akik ilyen krízis helyzetet szenvednek el. Nyilván ez nem egy hosszú terápia, de egy krízis intervenció, hogy legalább tovább tudjuk őket irányítani, vagy valahogy tudjunk nekik segíteni. Ilyenkor mi az elsődleges cél, hiszen nyilván azt a sok rosszat, amit tapasztaltak, elmondhatatlan dolgokat, azt az ember nem felejti el. Az az elsődleges cél, hogy megtanítsák, kezelni, vele együtt élni? Vagy ilyenkor mi a következő és az újabb következő lépés? Hiszen ez egy rendkívül hosszú folyamat. Igen, ez nagyon fontos, hogy hosszú folyamat. Tehát a türelem az egy nagyon fontos dolog itt, és az is nagyon fontos, hogy, hogy Történt-e olyan veszteség, ami valós veszteség, tehát hogy láttam-e olyat magam körül, tehát a konkrét helyzetek, ugye ez is nagyon fontos, hogy kivel mi történt pontosan, ezt felvázolni, és hát az, hogy nagyon hosszan, tartóan, megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy személyre szabottan tudunk ezzel foglalkozni, mert például ugye itt szokott kialakulni a PTSD szindróma, a posztraumás stressz, de ez sem alakul ki mindenkinél. Úgyhogy megint az van, hogy személyre szabottan kell figyelnünk arra, hogy hol tudunk itt segíteni és hogyan. Nyilván az elsődleges cél mindig, hogy az egyén saját magahoz képes megfelelő támogatást kap, kapjon, de Alapvetően ilyenkor mit lehet mondani a társadalomba való vissza, illeszkedés, az emberi kapcsolatokat, ahogy ő közelengedi újra magához, az mennyi idő általánosságban, és nyilván ilyenkor nehéz erre válaszolni. Hát azért nehéz, mert hogyha mondjuk egy depresszióról beszélünk, vagy egy szorongásról, ami egyébként itt megjelenik, de nem egy ilyen krízis hatására, akkor ott, ott nagyjából be tudjuk lőni azt, hogy körülbelül mennyi az az idő, ha fél év, három év, vagy egy gyászreakciónál nem múlik, nem lesz jobb az állapot, de itt ugye Miután gyakran, vagyis nagyon ritkán fordul elő valakivel egyáltalán nem, és reméljük, hogy így van, akkor nagyon nehéz azt belőni, hogy ez mennyi ez az idő. Amire nagyon kell figyelni az előző kérdésre utalva, hogy ez az enged el, ez itt nem jó megoldás. Tehát valahogy úgy kell beépíteni az életbe, hogy közben mégis az ő hétköznapjai újra el tudjanak indulni. És még egy nagyon nehéz kérdés ebből a szempontból a fiatalok a gyerekek, akik túszok voltak, és mondjuk vissza kerülhettek a családba. Nekik hogyan lehet azt, hogyan lehet nekik abban segíteni, hogy a jövőben az életüket az úgymond ez rossz szó, hogy normál, de a normál menetrend szerint képzeljék el majd? Ez azért nagyon nehéz kérdés, mert az igazságos életbe vetett hitünk, az egy nagyon fontos dolog, és hogyha ez gyerekkorban sérül, akkor nagy esély van rá, hogy az egész életemet így fogom látni. Ugye minél idősebb vagyok, annál inkább látom, hogy nem biztos, hogy ez egy normális helyzet, hogy ez megtörténik. De egy gyereknél nagyon kell, ők kiemelten kell, hogy velük foglalkozzanak. Szakemberek, pszichológusok, attól függően pláne, hogy mennyi idős a gyerek, mert ugye valahol még beszélni se nem tudja kifejezni ezeket a dolgokat, úgyhogy szakszerű segítségre van szükségük. Gyarmati Rita, köszönöm szépen! Én is köszönöm. hozzánk!